Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és most a lélek emberéről szeretnék beszélni. Elsősorban talán azt a kérdést tehetnénk fel, hogy mi a különbség a test és a lélek, illetve a testi ember és a lelki ember között. A testi emberek szeretik az egyszeri örömöket, a testi örömöknek élnek igazából, míg a lelki emberek a maradandó élményekre, illetve örömökre törekednek, és lehet, hogy ezek nem olyan gyakoriak az életben, de ezek egy életre megmaradnak. Aztán ott vannak a céljaik is, például a testi emberek az önmegvalósításra törekednek, a jobb, minél jobb karrier befutására, míg a lelki emberek az Úr felmutatására törekednek, illetve ha ez megaláztatással is jár, az Úr dicsőségét akarják megmutatni. Lelkipásztorunktól hallottam egy történetet, hogy egyszer hajóval utazott, és találkozott a megszállottak klubjával. Persze ez nem rossz értelemben értendő, hanem jó értelemben. Azaz, hogy itt az emberek valamilyen sportnak hódoltak, vagy nagyon szerettek táncolni, zenélni, és minden szabad idejüket az kötötte le, hogy ezeknek éltek igazából. Én vajon fel tudom áldozni az időmet, az energiámat azért, hogy Istennel foglalkozzak, és hogy minél több időt töltsek vele. Tudok érte áldozatot hozni? Jézus meghozta értem ezt az áldozatot. Ő feláldozta az ő életét a Golgotán, és ő az életét adta értem. Így lehetek most is hitáltal az ő gyermeke, mert ő tisztára mosott és egy új életet adott nekem. A lelki ember állandó kapcsolatban van Istennel. Figyel arra, hogy ő mit mond, olvassa az igét, és nem megy el az Úr kijelentése és szava mellett. Előtérbe helyezi az Úr akaratát és céljait, és az ő terveit az életével, és az övéit pedig háttérbe szorítja. Arra törekszik, hogy az Urat felmutassa, és dicsőséget adjon neki, és a tiszta életre törekszik. Azon kívül nagyon fontosnak tartja még a szolgálatot, és azt, hogy tényleg a saját keresztjét is felveszi, és nem a mások életét nézi, hanem egyedül a sajátjáét, és a mások segítésére törekszik. Péter is lélekembere volt, ugyanis amikor szólt az Úr, hogy menjen ide vagy oda, akkor ő nem a saját céljaival és dolgaiból volt elfoglalva, hanem azzal, hogy mi kedves az Úr előtt, és az ő céljait kereste, az Úr akaratát. A lélek embere nem híres akar lenni, hanem hasznos. Az Úrnak akar hasznos lenni. Lehet, hogy kinevetnek az osztálytársaim, mert fölvállalom azt, hogy én hívő vagyok, és hogy én az Úré vagyok. De nekem ez nem számít. Ugyanis nem a világi embereknek, illetve nem az embereknek élek, hanem egyedül Istennek. A lelki ember nem a saját erejéből harcol. Ugye minél többen szeretnénk győzelmet aratni, persze, és a győzelem érdekében mindent meg akarunk tenni, de ez egyedül Istennel lehetséges. Elsősorban saját magam fölött győzelmet aratni. A lelki ember lelki fegyverekkel harcol, és Istennel. Nem a fizikai ereje a fontos. Az igében nem láttuk egyszer se leírva, hogy Jézus akárkit megvert volna, vagy fizikailag próbált volna bármit is elérni. Volt olyan, hogy a porba írt, volt olyan, hogy egy-két szelíd szóval sok ezer ember életét gyökeresen megváltoztatta. Nem test és vér ellen van tusakodásunk. Ez azt is jelenti, hogy nem a földi dolgokkal kell elfoglalnunk magunkat, hanem a lelki dolgokra kell törekednünk. Még hoztam egy egyszerű példát egy meséből. Biztos nagyon sokan ismeritek a Pinocchio című mesét. Ő egy ilyen fabábú volt,
és aztán később egy igazi gyerek lett. Megismerkedett élete során egy Tücsök Tihamér nevezetű kis tücsökkel, aki azt mondta neki, hogy ő az ő lelki ismerete. És azt mondta, hogy ha rá fog támaszkodni, és az ő tanácsait megfogadja, akkor egy igazi kisfiú válik belőle. Sokszor mi még a lelki ismeretünket is elnyomjuk, és a vágyat a szívünkben az Úr után, és azt hiszük, hogy a legjobb úton haladunk, miközben pedig megyünk a kárhozat felé. Te akarsz élő lenni? Akarsz a lélek embere lenni? Isten kész, hogy befogadjon téged, és vár, csak neked kell megtenned a lépéseket.